Négy meghívott szakértővel tartott fórumot az MSZP párbeszédpárt, a devizahitelesek kvesztorkárosultak ügyében, valamint a női esélyegyenlőség témában. Az eseményre nagy volt az érdeklődés, sokan meghallgatták a vendégeket, valamint feltették kérdéseiket és megbeszélték problémáikat. Devizahitelesek és kvesztorkárosultak ügyében, valamint a női esélyegyenlőség témájában négy szakértő tartott fórumot, ahol a lehetséges megoldásokról tájékoztatták az érdeklődőket. Hegyesi Beáta szakpolitikus elmondta, hogy kértek egy kimutatást arról, hány ügy és végrehajtás van folyamatban, mekkora összeget tesznek ki összesen a tartozások. Az összeg megdöbbentő, ugyanis 3200 milliárd forint, vagyis pont annyi, amiből Paks 2-t szeretnék megépíteni. Az MSZP párbeszéd segíteni kíván azoknak a családoknak, akik nem tudják fizetni a részleteket. A párbeszédnek készült egy devizahiteles programja is, amelyet folyamatosan, mivel az MSZP-vel szeretnénk ezt az együttműködést hosszú távúra tenni, mivel hogy úgy gondoljuk, hogy két párt nagyobb nyomást, nagyobb súlyban tud ebben az ügyben fellépni, és ezért majd ezt a programjainkat egyeztetni fogjuk, de mindkét programban azonos, hogy a végrehajtásoknak az azonnali felfüggesztését fogjuk kérni, illetve a devizahiteles törvényeknek a módosítását, azaz egy felülbírálatot, és utána törvénymódosítókat fogunk kérni. Illetve szeretnénk a fogyasztóvédelmet is teljesen új alapokra helyezni, megerősíteni, és a árfolyam különbözetből keletkezett MNB hasznot pedig bérlakások építésére, illetve az eszközkezelőnek a forrásainak a kibővítésére szeretnénk használni. Dr. Szakács László szakpolitikus, az MSZP frakcióvezető helyettese aggodalmát fejezte ki. Ahogy fogalmazott, a Magyar Nemzeti Bank láthatólag nincs felkészülve arra, hogy fogyasztóvédelmi hatóságként lépjen fel a devizahitelesek érdekében. El tudom képzelni, hogy már kifizették azok az emberek, akik devizakárosultak, már kifizették azt, amivel tartoztak. És hát azt is ki kell mondani, hogy ez most rossz lesz a bankoknak, vagy nem lesz rossz a bankoknak. Ezen el lehet persze töprengeni. Én nagyon aggódok egyébként a magyar bankrendszerért is, természetesen, de sokkal jobban aggódok az ország egy tizedért. Az ország egy tizedét kitévő lakosságért, meg az ő megélhetésükért. Minden banknak van anyabankja. Ez egy OTP-nek nincsen a tulajdonosa. Ha otthon tudtak rendes szerződést kötni, itt is kell a rendes szerződést kötni. Ebbe lehet egyébként, mondja, Magyarország érdekeit megvédeni, nem abban, amit kint látunk a plakáton. Ebben védjük meg a magyarokat. Ha Ausztriában, Németországban, Amerikában, Angliában tudtak rendes szerződést kötni, akkor itt is tessék rendes szerződést kötni. Szabó József, a Hiteles Mozgalom elnöke rávilágított arra, hogyan csapják be a bankok az ügyfeleket. Sokan mondják nekünk, devizásoknak, hogy miért nem olvassuk el a szerződés szövegét. Akik pereskednek, azok elolvassák most már 10-100-szor a szerződést, de nincs benne az igazi, a valódi tájékoztatás. Mit mondtak a bankok 10-15 éve? A devizahitel biztonságos, nem kell félni, nem lesz olyan árfolyamváltozás, amely jelentősen és tartósan megemelni a törlesztőzetet. A valóság, az igazság ennek az ellenkezője. A bankok becsapták és megtévesztettek 1 millió embert, nem voltak tisztában a kölcsönszerződés kockázatával. Ezt Orbán Viktor mondta, és a kormánypárti képviselők 7 éve, 2011-ben tudják a jelenlegi kormány tagjai, hogy mi történt. Most csak azt mondja Orbán és a kormánya, hogy nincs semmi probléma, csak örök elégetlenkedők vannak, akik nem fogadják el, hogy meg vannak mentve. Kik vannak megmentve? A bankok. Az elmúlt években azt mutattuk, azt vizsgáltuk, hogy hogyan és mivel csaptak be minket a bankok. Ugyan ennek a vizsgálata az ügyészség feladata lett volna, azonban hiába volt rengeteg feljelentés, bejelentés, az ügyészség az nem csinált semmit. Így tehát az ügyfelek lehetetlen helyzetben vannak. Erdősi Éva hitelszakértő saját példáján ismeri mindkét oldalt. Tudja, hogy milyen károsultnak lenni, és azt is, hogyan segítsen. De az út nem egyszerű. Ami is azért lenne nagyon fontos, hogyha az uniónak a tagjai lehetnénk, hiszen a fogyasztóvédelem a sokkal erősebb az unióban, mint itt nálunk.
Tehát nem lehet az, hogy valaki becsattog a bankba, és azt mondja, hogy van, akarok venni egy 20 milliós lakást, adjál hozzá 20 millió forintot. Mert azt mondják, hogy nem. Hanem ez az egyetlen egy lakható ingatlanod, ahol a te lakhatásod biztosított, erre te így nem fogsz pénzt kapni. Tehát gondolkodik az adós helyett is. És ugye ezt szoktuk meg, mert az átkosban, mikor még én is ott fiatal voltam, azt szoktuk meg, hogy ha banktól nehezen valamekkora kölcsön kaptunk, akkor az biztos úgy kaptuk, hogy akármi történik, azt vissza fogjuk tudni fizetni. Tehát nagyon sok rossz régi beidegződés van bennünk, amin változtatni kell, nekünk tudatos fogyasztók kell lennünk, hogy addig, amíg azt a pénzt meg nem kapjuk, addig mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy felismerjük ezeket a kockázatokat. Persze utólag mindenki okos, én is. Tehát ezt nem utólag, ezt most már csak orvosolni lehet, és azt az örömhírt kell, hogy mondjam, hogy erre minden szándék megvan a szövetségben, a programjaink ki vannak dolgozva, tehát hogyha mindenki ezen az egy vonalon gondolkodna, és április 8-án mégiscsak megtörténne az, amit szeretnénk, akkor az a jó hírem van, hogy egyébként ezt az egész dolgot egy év alatt le is lehet bonyolítani. Legközelebb a nyugdíjakról kérdezhetnek ugyanezen a helyszínen, ugyanis Korózs Lajos 12-én hétfőn 14 órára Hajdúszoboszlóra érkezik.